Az elmúlt hetekben és napokban az ort hideg miatt is fokozottabban figyeltek a segítő szolgálatok, a házi segítést nyújtó ápoló gondozók is az idős emberekre, az egyedülállókra és az ápolásra szorulókra. Jó, a merke, Jó, a Nagyon szépen köszönöm. Nem csak ebédet visznek az időseknek, hanem a házi segítségnyújtásra jogosultakat négy órában el is látják otthonukban. A házi segítségnyújtás lényege, hogy a rászoruló továbbra is önállóan saját otthonában él, és ott kap segítséget. A gondozó bevásárol számukra, gyógyszert vált ki, hivatalos ügyeket intéz, akik önellátásukban korlátozottak, nekik öltözködésben, étkezésben is segítenek. Házi segítségnyújtásra a törvény pontosan megmondja, ki az, aki jogosult. A 18 évét betöltött, felnőtt ember, aki segítségre szorul, aki mozgásában korlátozott, akinek olyan egészségkárosodása van, vagy elérte a nyugdíjas korhatárt. Nyíregyháza és Nyírpazony közigazgatási területén a Bokortanyákon 2000 ellátott van. Házi segítségnyújtásban közel 600-an részesülnek. A központ 75 gondozója végzi a munkát. Korábban napi legalább egy, legfeljebb négy óra gondozásra lehetett jogosultságot szerezni, januártól a törvény módosítása értelmében viszont nincs időkorlát. Az idei évben is úgy van, mint ahogy eddig volt. A törvény szabályozza, hogy egy és négy óra között láthatjuk el az idős embereket házi segítségnyújtás keretében. Ha valakinek négy órán túl is lenne igénye, akkor erre is van lehetőség egyéni elbírálás alapján, de más díjszabások tartoznak ahhoz. Az ellátásra jogosultak általában napi négy órában kérnek segítséget, mondta el az igazgató. Azok, akik tartósan betegek, felügyeletet igényelnek, számukra a bentlakásos elhelyezést javasolja a szakma.